készül az emlékgömb a kaposzekcsői nyári táborban. A tábort először 13 éve tartották meg a Dombóvárhoz közeli településen, a sikerét pedig az is mutatja, hogy Kaposzekcső környékéről is érkeznek ide diákok. Deák Rebeke a negyedik éve vesz részt a nyári programokon. Azt mondja, hogy nagyon szereti itt eltölteni az idejét, mert sok szép emlék köti a táborhoz. Nagyon sok élményt voltunk egyszer fürdeni, és hát nagyon sok jó élményt szereztem itt. Ettünk egyik évben kemencébe sült pizzát, és igazából nagyon jó ez a tábor. A táborban egyébként rengeteg programon vehetnek részt a gyerekek, kirándulásokat szerveztek nekik Dombóvárra és Orrfűre, valamint rendőröket is meghívtak a közösségi ház munkatársai, akik szerint a kedvező költségek miatt is ennyire népszerű a tábor. Kézműves foglalkozások, kirándulások, játékok szerepelnek a programba. Mindenki, aki eljön segíteni önkéntesként, tehát azért kerül ennyire olcsóba annak is, akinek fizetős, mert nincs benne munkadíj. Minden nyáron 2 hét, most évek óta már első héten első másodikosok, második héten harmadik, negyedikesek jönnek. A tábort 2 turnusban szervezték meg idén nyáron, összesen 44 gyermek vehetett részt így a programokon. A környező településekről, Vásárosdomborról és Dombóvárról is érkeztek diákok Kaposszekcsőre.